Más Tamás MTV Híradó. Két kérdés lenne. Az egyik az az, hogy ugye többször említette a KS hallgatait. Mennyire lehet ezeket figyelembe venni, vagy komolyan venni, mert ugye pont a Magyar Nemzet is írt majd egy szép írást, amit persze eddig is már ugye többször felvetettek, ugye, hogy főleg a 2006-os kampány alatt ugye a KS adatai eléggé megtévesztőek voltak, legalábbis amiket külföldre ugye küldött a pénzügyminisztérium, és ezekre hivatkozott. Tehát hogy ezek mennyire figyelembe vehetők. Hát a másik pedig az ugye pont ellentmond azzal, amit ugye ön mond, mármint ugye a miniszterelnök, amit ma mondott délelőtt, mert ugye ő pont azt mondja, hogy ezt a válságkezelést kell folytatni, és nagyjából pont más számokkal számol, mint a Fidesz. Tehát ő továbbra is azt mondja, hogy 3,8%-os hiány tartható, a 3,5%-os növekedés 2012-ig tartható. Tehát... Igen, akkor válaszok be, ez három kérdés is lett közben. Az első, hogy az adatokban mennyire lehet megbízni, adatokban nagyon nehéz megbízni, ezért nem árt, ha az ember egy-egy területhez több adatforrást, vagy több véleményt is felhasznál. Amióta az MSZP kormány a KSH vezetőit, elnökét, elnökhelyetteseit eltávolította, azóta az adatok kevésbé megbízhatóak. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. A mai hírrel kapcsolatban, ami szerint több száz, ezer milliárdos eltérés is van a költségvetés előzetesen közölt, aztán később realitássá váló számai között. Itt azt tudom mondani, hogy nyilván ezeknek felelősei vannak, hiszen ilyen jellegű adateltitkolás és adat nem közlés csak akkor képzelhető el, hogyha erre valaki utasítást adott. Ki adott erre utasítást? A miniszterelnök adott erre utasítást, az illetékes miniszter adott erre utasítást, ezt nyilván meg kell majd vizsgálni. Annyit tudok tenni, hogy én, mint a Költségvetési Bizottság elnöke, kezdeményezni fogom a bizottságülés összehívását, hiszen itt több száz és ezer milliárdos eltérések egy adott év költségvetésében nem lehetségesek. Csak akkor, hogyha ezeket szándékosan manipulálták. Úgyhogy a bizottságülésre majd egy később időpontban sor kerül. A harmadik dolog pedig, hogy a miniszterelnök úr és a pénzügyminiszter úr is azt a hibát követi el, hogy a makrogazdasági adatok tengeréből kiválasztott egy számot, és azt gondolja, hogy ha ez kedvezőbb, mint a korábbi évek ilyen jellegű adata, akkor ez önmagában siker. Én éppen azt szerettem volna ma is bizonyítani, hogy az, hogy a költségvetési hiány mértéke mekkora, az még egyáltalán nem mutatja egy ország sikerességét vagy sikertelenségét. Most konkrét országot meg nem nevezve, van néhány olyan közép-afrikai ország, ahol alig van bevétel, alig van kiadás, költségvetési hiány nulla, de ettől még senki nem boldog. Tehát nem lehet csak egy és kizárólag egy adatot egy gazdasági válságkezelés eredményeként feltüntetni, pláne nem úgy, hogy egyébként arról az adatról vita folyik. Itt a 29 közgazdásznak a jelentését szeretném azért idézni, hogy itt nem lennék meglepve, hogy a 2010-es és a 2009-es számoknál is később az a helyzet állna elő, mint most a 2006, 7 és 8-as adatoknál, hogy több száz vagy ezer milliárdos eltérések derülnek majd később ki. További kérdés, parancsolj! Tudom, hogy már sok helyütt nyilatkozott erről, de ma újabb MSZP-s hirdetés jelent meg az országos napilapokban nyugdíjügyben, és hát most azt állítják, hogy a Fidesz csökkenti a nyugdíjakat. Csökkenti a Fidesz a nyugdíjakat? Hát... Ugye ebben a pillanatban a Fidesz nincs kormányon, tehát a Fidesznek ebben a pillanatban csak véleménye van a nyugdíjrendszerről. Mi két alapvető pontot rögzítettünk le, egyrészt, hogy a nyugdíjak értékállóak legyenek, a másik pedig, hogy azt meg tudjuk akadályozni, amit az MSZP egyébként szeretne, hogy valamilyen módon privatizálni a magyar nyugdíjrendszer. Tehát én azt gondolom, hogy állami tulajdonban kell maradni a magyar nyugdíjrendszernek, a nyugdíjaknak pedig értékállónak kell lenni. Ez a két legfontosabb Fidesz pont a nyugdíjakat illetően. Egyébként, hogy az MSZP mit állít, vagy mit nem állít, ez azt gondolom, hogy majd részben a bíróságokra tartozik. Ugye olyan állítások hangzanak el most már sorozatban a MSZP politikusoktól, amelyek nem fedik a valóságot. És ez a kampányhoz egyébként mit szólnak? Fog megpróbálni szólni? Hát választási kampány van, és az MSZP nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek bűneit megpróbálja valahogy kompenzálni a nyugdíjasok felé. Ha végignézem, a 13. havi nyugdíj elvétele, a vízidíj bevezetése, amely szintén a nyugdíjasokat érintette nagy számban, a gázárkompenzációnak a lecsökkentése, a nyugdíjkorhatárnak az emelése 62-ről 65 évre, ezek az MSZP bűnei a nyugdíjasokkal szemben, és az MSZP most, ha már
ugye kompenzálni nem tud, azzal próbál kármentést végrehajtani, hogy a Fidesz irányába vádaskodik minden alap nélkül. Ildikó, parancsolj! Nem tervezünk, szerintünk a valóság a legjobb szövetségesünk, ugyanis a nyugdíjasok el tudják dönteni, hogy azok után, hogy mondjuk egy hónapi nyugdíjt elvettek tőlük, ki mond igazat és ki nem. Tehát levélben tájékoztatjuk őket, nyilván ezt meg kell tenni egy választási kampány előtt, de egyébként másra nem készülünk. Még lenne egy kérdésem az lehet. A nyugdíjakhez kapcsolódik, hogy tegnap az Bókétvár a felelősebb tájékoztatók azt nyilatkozta, hogy a következő kormány már nem szorul álljának ki kerevelésen kellemek elvenni, és korábban önök arról nyilatkoztak Orbán Viktor is, ön is és más fideszes politikusok is, hogy megfontolják, hogy, hogy mégis szükség lehet álljának ki Igen, hát majdnem közlekedési baleset okozója lettem, amikor hallottam a rádióban ezt a hírt, amit a pénzügyminiszter úr bejelentett. Ugyanis aki ismeri a magyar adósság finanszírozást, az jól tudja, hogy 2010 és 2014 között 40 milliárd euró lejáró államadóssága van az országnak. 40 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen tömegű adósságnál, ami most hát így fejből átszámít, ha bár gyenge volt a matematikából, ilyen 12 ezer milliárd forintnak felel meg. Tehát ilyen tömegű lejáró adósságnál arról beszélni, hogy pontosan mi történik majd a következő hónapokban, nagyon nehéz. Ezt éppen a pénzügyminiszter úrnak kellene tudni, aki nagyon tisztában van azzal, vagy nagyon is tisztában lehet azzal, hogy Magyarországnak ma milyen felárat kell fizetni azért, hogyha a piacokról akarja finanszírozni ezt az adósságot. Tehát én azt gondolom, hogy minden olyan kijelentés, ami az adósságra vonatkozik, az egyre inkább annak a fényében értelmezhető, hogy a következő kormánynak vajon milyen helyzetet kíván teremteni a mostani kormány. Akkor fenntartják, hogy mégis miért legyen kell az elemet. Én igyekeztem válaszolni a kérdésedre ezzel a kerek mondattal. Van-e még kérdés, hagyj kérdezzem meg? Nincsen, akkor köszönöm szépen, mindenkinek további jó munkát kívánok.